Hello, sziasztok, én Magyar 14 vagyok, és itt van egy újabb videó, és ebben a videóban a top 3 magyar youtuberről szeretnék nektek beszélni, hogy kik ők, és hogy mennyi feliratkozóval rendelkeznek, és pár információt róluk. És még itt a videó elején annyit szeretnék tőletek kérdezni, hogy írjatok hozzászólásban pár tippet, hogy milyen videók és milyen live-ok legyenek a csatornámon, lesz facecam, csak azt még vennem kéne egy jobbat, mert ez csak 720p-s, hogy legyenek vlogok, meg milyen játékokkal játszok streamekben. Na, de nem is szeretném tovább húzni a szót, kezdjük is el! A harmadik legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube csatorna az Pamputyáik lesznek, több mint 770 ezer feliratkozóval rendelkeznek jelenleg, mint tudjátok, zenéket parodizálnak, és most elindították a Pamputya Show vlog csatornájukat is. A legnézettebb videójuk az a Despacito paródia lett. Nevét a csatorna a kutyájukról kapta, Pamról, aki egy puli. A csatornát Pista hozta létre 2010 nyarán, és 24 részt forgatott a Pam kutyáról, amikor testvér is beszállt, és készítettek rendhagyó módon egy zene paródiát, ami azt hiszem a Majka Belehalok paródia lett. És így a dobogón a harmadik helyet Pam kutyáik vehetik át. És el is érkeztünk a második legtöbb feliratkozóval rendelkező csatornával, ami Videómánia lesz. Gondolom, őt is ismeritek, Dancsó Péter csinálta a csatornát. 778 ezer feliratkozóval rendelkezik jelenleg. A csatorna főként film és zenekritikáról szól. Dancsó Péter 31 éves. A csatornát 2010. június 27-én csinálta. 2015 őszén a Viasztalat elindította a Netflix című műsort, melynek vezetését Dancsó Péterre bízták. És meg a csatornán annyit, hogy ő csinál szinkronparódiákat is, és véleményét elmondja ugye filmekről, az a filmkritika, és hát kb. Ennyi volt. És a második hely a dobogón, Videómánia. Na és gyerekek, a Magyarországon a legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube csatorna nem más, mint Vámos Át. A csatornát Vámos Sándor vezeti, akinek közel 1,1 millió feliratkozója van. Vámos Sándor YouTube csatornájának a videói közül nem egynek több milliós nézettsége van. Néhány perces felvételeiben többek között a lenyűgözően élethű rajzok, optikai illúziók, portrék és rajzfilmfigurák elkészítését láthatják. Célja, hogy kritikusan szemléljük a világot, a látszat nem a valóság. Rajz és festés iránti vágyakat akar kelteni az emberekben a videóival. A világ egyik legnézettebb rajzos csatornája az övé, és pár képet most bevágok a műveiről. Természetesen övé az első hely a dobogón. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, én Magyar 11 voltam, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Szeretnétek-e folytatást ilyen top 3-as vagy top 5-ös videókból, akkor írjátok meg kommentben, és jelezzétek akkor egy lájkkal. Na, sziasztok!